Szép jó estét kívánok, köszöntöm az évértékelőink nézőit. Azt hiszem, hogy fontos és meghatározó pillanatok az esztendő végén, hogy a közélet meghatározó szereplői a Fehérvár Média Centrum, illetve a Fehérvár Televízió vendégei. Nincs ez így másként most sem. Vendégem Evszegő Krisztina, Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft. Ügyvezetője. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Szervusz. Vissza kell, hogy menjünk két esztendőt, amikor 2015 meghozta azt a rangos szakmai elismerést, amire azt hiszem mindannyian büszkék vagyunk, viszont hát a gratulációt már megtettük, illetve azt most megismétlem, hiszen ez meghatározza mindenféle értelemben egy ilyen társaság, egy ilyen csapat, a te munkád és a csapat elismerése. Akkoriban megfogalmaztatok egy olyan szakmai célt, ami ha még nem is teljesedett be, de egy folyamatot generált. Beszéljünk egy kicsit erről. Így van. 2015 elején, január végén vehettük át ezt a bizonyos díjat, amit akkoriban még a Magyar Turizmus ZRT adott át. Az Év Turinform Irodája díjról van szó, ami részben egy szakmai elismerés, részben viszont valóban kötelezettség arra szakmai munkára nézve, aminek letettük az alapjait, hogy ezt így kell, ilyen színvonalon kell tovább folytatni. A Turinform irodában egyrészt információ szolgáltatás történik, ott ülnek ugye a kolléganők, és aki betér, személyesen betelefonál, vagy interneten érdeklődik, őket kiszolgáljuk. Ez az alapvető feladat, és ez a közhasznú tevékenységünk is, hogy az általunk birtokolt információkat megosszuk mindenkivel. A megfogalmazott céljaink ezen azonban túlmutattak, mert azt gondoltuk, hogy ez a csapat, akik tudnak mindent erről a városról és a környékről, hiszen folyamatosan gyűjtjük és rögzítjük a turisztikai látnivalókat, programokat, tényleg azt gondolom, hogy naprakész tudással rendelkeznek a kollégák, képesek vagyunk akkor arra is, hogy fölépítsünk ennek az üzleti lábát is, kicsit így csúnyán fogalmazva, de megpróbáljuk mindezt a turisztikai vonzerőt megfelelő módon piacra vinni, értékesíteni. Nem másról beszélek, mint arról, hogy látogatókat, turistákat Fehérvárra vonzani, csábítani, és őket úgy itt marasztalni, hogy minél több időt töltsenek, minél több dolgot lássanak, minél több szolgáltatást vegyenek igénybe. Ezért építettük föl az idegenvezető hálózatot, körülbelül 10-12 nagyon aktív és kreatív idegenvezető dolgozik velünk partnerségben, és a szolgáltatókkal, múzeumokkal, fürdővel, éttermekkel pedig létre tudtunk hozni olyan programcsomagokat, kínálati csomagokat, amit úgy tűnik, ezt már a mai napon büszkén mondhatom, hogy sikerrel vezettünk be, hiszen a tavalyi évben is és idén is közel 300 megrendelésünk volt az év során, ami nem egyszerűen már egy kétórás idegenvezetést jelent, hanem a legtöbb esetben idegenvezetést és hozzá kapcsolódóan valamilyen tematikára felfűzött csomagot, akár kóstolóval, étkezéssel, múzeumlátogatással vagy fürdővel együtt. Úgyhogy valóban ez a munka, ennek a munkának beérett a gyümölcse. Azt is tudjuk, hogy mérjük folyamatosan a látogatóink elégedettségét. Azt is tudjuk, hogy sok elégedett látogató még több látogatót vonz, hiszen a legjobb reklám az ismerősök, barátok ajánlása. És azt tapasztaljuk folyamatosan, hogy nagyon magas a Fehérvárra látogatók elégedettsége. Talán mi magunk fehérváriak sokszor negatívabb képet látunk magunkról. Meglepő módon az ide látogatók nagyon-nagyon elégedettek, és nagyon tetszik nekik, igen, amit hát tapasztalnak. Igen, tapasztaljuk mi is napról napra, hogy az igényszint nő. A ti történeteteknek íve van. A tiétek Székesfehérvár, Székesfehérváré vagytok ti, és hát a miénk természetesen. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy olyan programcsomagok várják az ide látogatókat, és akár a székesfehérváriakat is, mert hajlamosak vagyunk megfeledkezni az itt élőkről, most ez nálatok nem fordulhat elő, tudom én azt,
hogy azok a programcsomagok ne csak az idegenvezetés, csak nagyon idézőjelben van, hanem ahogy az imént elkezdted, a kapcsolódási pontok is legyenek más tevékenységekkel. Hogyan sikerül ilyen programcsomagokat összeállítani? Hát, ahogy mondtam, van egy nagyon erős kreatív csapatunk. Ugye az idegen vezetőink nagyon nagy segítségünkre vannak. Azt tudni kell, hogy minden évet január közepe, vége felé úgy kezdünk, hogy összejövünk az idegen vezető csapatunkat, összehívjuk, és bizony órákon keresztül ötletelünk. Mindig február végén van az idegen vezetők világnapja, tehát ez indítja az évet. Szeretnek ilyenkor az idegen vezetőink valamilyen olyan tematikát, kreatív programot kitalálni, ami korábban még nem volt. De hát akkor ez már ugye bevezeti a későbbieket is. Aki figyeli a programjainkat, az látja, hogy rengeteg garantált városnéző programot hirdetünk, és szinte minden héten más-más tematikával. Nem is gondolná senki, én magam se gondoltam volna, hogy létezik ennyi fajta tematika, hogy ezt a várost be lehet mutatni, de valójában most már ott tartunk, hogy annyira kreatívak a kollégák, és annyira szívesen találnak ki újdonságokat, hogy most már olyan városhoz kevésbé kötődő, nem annyira szokványos programokra is dolgoznak ki programot, mint például a Valentin nap, ebben az évben már volt Valentin napi sétánk is, amelynek a végén a résztvevő egyik páros a Himerház sarokerkéjén fogyaszthatott el egy pohár pezsgőt, rendkívül nagy siker van. Egyébként ezeknek a programoknak elsősorban a helyiek körében. Idén például már a Halloweenre is a Himerházban szintén egy kis rémséges történetet bemutattunk, tehát hogy újabb és újabb programok és témák születnek, és én szerintem ez a legnagyobb dolog, amit létrehoztunk, hogy van egyrészt mindig megújulás, frissesség, és van egy olyan folyamatosan gondolkodó és alkotó csapat, akik ezeket létrehozzák. Cogito ergo sum, gondolkodom, tehát vagyok jegyében, hiszen én is azt tapasztalom, hogy azért annyi rejtett kincs van Székesfehérvár belvárosában, vagy akár másutt is, hogy azt vétek nem bemutatni, és ilyen értelemben is jó úton jártok. Ugyanakkor az állandó kiállítások is folyamatosan bővülnek. Azt hiszem, az az alapja minden, ennek, hogy a múzeumokban Deák Képtár, Fekete Sas, Egyházmegyei Múzeum, Romkert, Budenszház, Hetet Hét Játékmúzeum, Borivár, az az alap. Ugyanakkor a különlegességeket is lehet kínálni. Ilyen értelemben, hogy kapcsolódik Székesfehérvárhoz a környék? Hiszen azért a Gorzium, a Velencei tóra gondolok elsősorban minden bizonnyal vonzó turista célpont. Az alap nyilvánvalóan Székesfehérvár kulturális kínálata, a történelmi öröksége, ez kétségtelen. Mi magunk nem tudtunk volna olyan sikereket felmutatni, mint amit fel tudunk akár látogatószámok vagy vendégészakák növekedésében, hogyha nem lenne mire alapozni, hogyha nem lennének ezek a kincsek és látnivalók a birtokunkban, és nem lenne folyamatos megújulás, újabb és újabb beruházás. Sorolhatnám a Himerház felújításától kezdve a Koronás parkon át, ugye most a Sóstó átadását várjuk majd nagyon, tehát hogy mindig van mire építkeznünk. De kétségtelen, hogy Fehérvár történelmi belváros magja, egy viszonylag szűk mag, e köré kell még további dolgokat építeni. Nagyon jó, hogy van most már csónakázható, csónakázó tavunk, ahogy mondtam, nagyon várjuk a Sóstót is, de ha azt akarjuk, hogy hosszabb programot tervezzenek Fehérvárra, többnapos programot, akkor érdemes kimozdulni a város határán túlra is. Szeretnénk azt gondolni, hogy Fehérvár alkalmas arra, hogy valamiféle térségi központi szerepet betöltve a turizmusban is kiindulási pontja lehessen csillagtúraszerű kirándulásoknak, környékfelfedezéseknek. Azért, hogy
hogy növeljük a vonzerőink számát, és növeljük az időtartamot, amit érdemes itt tölteni. Ezért egyébként mi magunk is összekötjük a térségi látnivalókkal a fehérvári kínálatot. Úgyhogy idén először már a garantált programjainkban is kimozdultunk a város határon túlra. Ezen a nyáron mondhatni talán teszt jelleggel hirdettünk először félnapos buszos kirándulásokat, amelyek keretében Fehérvárról indulva először Gorziumba, majd a Csurgai Károlyi kastélyba tettünk kirándulást. 4-5 órás program volt, és hát azt kell mondjam, hogy sikeresnek tartottuk ezt a tesztidőszakot, még akkor is, hogyha ugye tudjuk, hogy minden új dolognak, új szolgáltatásnak idő kell a bevezetéshez, de a júliusi programok már közel telt házzal mentek, úgyhogy fogunk ezzel a jövőben is dolgozni mindenképpen. Milyen tapasztalataitok vannak arról, hogy ugye folyamatosan fejlődik, változik a belváros arculata, és szebbé válik. Ugye itt említetted már a csónakázótó, és hogy várjuk természetesen a Sóstói természetvédelmi terület rehabilitációját. Bocsi Andrea volt nemrégen a vendégem, ugye a nemzeti referens, a Virágos Magyarország mozgalom referense, és a miniszterelnöki különdíj kapcsán arról beszéltünk, hogy nagyon is példaértékű, hogy hogyan sikerült összekapcsolni a csónakázótavat, a Koronás Parkot és az egészet, miként újult meg az Icsi-liget, és miért jó körülnézni, miért jó Fehérvárnak lenni, ahogy tetszik. Ebből ti mennyit észleltek, illetve van-e visszajelzés a vendégkörből? Abszolút, igen, igen. Érzékeljük, mindig érzékeljük azt is, hogy az ide látogatók milyen körben néznek körül. Tehát, hogy ténylegesen a egy órás sétán túlmenően szívesen időznek a városban, milyen programokon vesznek részt még. Tehát az, hogy térben is kiszélesedik az a terület, amit érdemes besétálni, amit be kell sétálni, mert hát gyöngyszemek a maga nemében a Zicsi-liget, a Rózsa-liget, a csónakázótó, tehát hogy igenis fizikailag is térben is kiszélesedik a látnivalók sora. Ez mindenképpen visszajelzésekben megjelenik, illetve hát azt látjuk, hogy egyre hosszabb időre jönnek Fehérvárra, a hétvégi, a szabadidős látogatók száma is nő. Ugye Fehérvár olyan speciális helyzetben van, hogy hétközben a szálláshelyeket töltik az üzleti célú turisták, hétvégén a sport turizmus, illetve a szabadidős turistákra számíthatunk. Ők voltak eddig a legkevesebben. Nagyon sokan voltak az átutazók, nagyon sokan voltak, akik végig szaladtak a városon. Most azt látjuk, hogy a szabadidős látogatókat váró, főként háromcsillagos hotelek is jó telítettséggel mennek, és nagyon szépen nő ez a látogatói kör is. Ez nem menne anélkül, hogy ne szélesedne a kínálat, és ne lenne akár térben is, és akár igénybe vehető programokban is, és akár színvonalas gasztronómiai élményekben is ne lenne bővülés. Igen, hiszen belekapaszkodom, itt egyelőre sportváros vagyunk, egy remek jégkorong csapattal, egy vonzó atlétikapályával, hiszen tudjuk, hogy a Gyula István emlékverseny azért nagyon vonzó. Emellett ugye első osztályú csapatok zöme, és most ugye lesz majd az egyetemi világbajnokság az amerikai futballban. Ez mind-mind hozza az embereket. És ezt nyilván folytatni kell. Viszont van nekem itt egy rendkívül kreatív jelzős szerkezet előttem, Kultur Wellness. Nagyon jól hangzik. Igen, valójában a Vörösmarty Színházé az érdem, náluk született meg ez a szó összetétel. Azt hiszem, hogy tökéletesen kifejezi mindazt, amit egy Fehérvárra látogató, szabadidős látogatónak a város kínál. Tehát azt szoktam mondani, hogy nálunk valójában a wellness program is kulturális élmény, hiszen olyan
gyönyörű műemléki fürdőnk van, hogy tényleg a szó szoros értelmében is összekapcsolódik a wellness program, de hogy egyébként egy séta a belvárosban is egy üdítő és feltöltő kikapcsolódás. És akkor még nem mentünk be a színházba, vagy nem mentünk be a kiállításokba. Igen, erős kulturális programok, egy csodaszép ékszerdoboz belváros, és hozzá a gasztronómia és egyéb feltöltődési lehetőségek, erre már lehet építeni. Igen, és akkor itt az idő, hogy beszéljünk a legfontosabbról, augusztus. Augusztus a miénk, az egész augusztus voltak éppen a királyi napok, a Nemzetközi Néptánc Fesztivál, koronázási játékok, meg annyi olyan programot kínál, ami azt hiszem, hogy Európában is méltó keretet ad egy ilyen ünnepnek, és ebben nagyon fontos hangsúlyos szerepekhez jut a turisztika is, illetve a cég. Így van, nekünk nem csak azért fontos az augusztusi programsorozat 13 óta ebben a 10 napos egységben, mert hogy ilyenkor több látogató tud jönni a városba. A királyi napok, a koronázási ünnepi játékokkal nekünk egy marketing eszköz is, ha most csúnyán is hangzik esetleg, de ez olyan, ami Székesfehérvár királyi város fogalmat megtestesíti, a várost ebben az értelemben meg tudja különböztetni a hasonló adottságokkal rendelkező városoktól, településektől, egy minőségi pozícionálásra ad lehetőséget, és ráadásul olyan szimbólumokkal, mint a királyi óriásbábok, amelyeket ugye mi elég sokat turnéztatunk, viszünk kiállításokra, és most már nagyon sok helyen látszik az, hogy összekötik ezekkel a figurákkal a város, tehát hordozzák mindazt, ami Székesfehérvár koronázó város történetéhez kapcsolódik. Úgyhogy egy ilyen színvonalú rendezvény a mi munkánkban tényleg mérföldkő, meghatározó volt. 2013-ban a belváros megújulása és ennek a rendezvénynek az elindítása, ez hát mindent vitt tényleg. A külcsín fontos, jó úton járunk, én azt gondolom, a belbecs nem különben, tehát a kulcs szó, gondolom számotokra is, a minőség. Így van, így van. Ez minden vonatkozásban, ami idáig elhangzott, kiemelten fontos. Azt gondolom, hogy egy jó út lehet a város előtt, hogyha ha vonzó úti cél akar lenni, hogy minőségi kínálatot nyújt. Ha azt mondjuk, hogy Fehérvár egy ékszerdoboz, ha azt mondjuk én ugye szakmában azt mondom, hogy prémium desztináció lebeg a szemünk előtt, akkor ez azt jelenti, hogy bizony itt a legmagasabb színvonalú kulturális termékekre és a legmagasabb színvonalú gasztronómiára és egyéb turisztikai szolgáltatásokra gondolunk. Ez azt jelenti, hogy van még mit tennünk, de én azt gondolom, hogy ez... Nyilván ez... egy prémium kategóriás befogadó helynek erre kell törekednie mindenképpen. Egy dologról nem beszéltünk, nem különben fontos a 21. században. Üzleti turizmus, konferencia központ lehet-e Fehérvár? Illetve mit kell azért tenni a hétköznapokon, hogy egyre több konferencia költözzék Fehérvárra, hiszen földrajzi szempontból rendkívül kiváló helyzetben vagyunk. Így van, tökéletes konferencia központ lehet Fehérvár. Nyilván ennek azért infrastruktúrában még vannak gátjai. Egy nagy rendezvénycsarnok, amely lehetőséget ad majd több ezer fős programok lebonyolítására is, már egy nagyon jelentős lépés lenne, de azért a parkolási lehetőségektől elkezdve sok minden... Épül már az út. Így van. Sok feltétele van. Az biztos, hogy az elhelyezkedés ebből a szempontból kiváló. Azt gondolom, hogy nagyon sokan élnek azzal a lehetőséggel, hogy szinte karnyújtásnyira a fővárostóhoz, de attól a zsúfolt, frusztráló közegből kimozdulva,
egy remek kulturális kiegészítő adottságokkal rendelkező, nagyon befogadó, nagyon barátságos, szép helyre hozzák a konferenciákat. A mindennapokban nekünk ugye a kínálatot ott kell tartani a palettán, de azt kell mondjam, hogy a szállodák, akik az üzleti turizmussal foglalkoznak, nagyon aktívan, nagyon felkészülten és nagyon magas színvonalon szervezik a különböző konferenciákat és rendezvényeket, úgyhogy őket, amivel tudjuk, kiegészítő programokkal mindig megtámogatjuk. Nagyon jó az együttműködésünk egyébként, mondhatom, az összes helyi szállodával, szállásadó helyel. Beszélünk, egyeztetünk, kérnek tőlünk programot, úgyhogy én azt gondolom, hogy így közösen ezen az úton tudunk tovább menni, és azt látjuk, hogy egyébként az üzleti foglalások száma is nőtt idén, tehát ezen a területen is van növekedés. Krisztina, köszönöm szépen. Én azt kívánom, hogy ugyanolyan gondoskodó szeretettel tegyétek a dolgokat, mint eddig, és akkor bizonyos vagyok benne, hogy a hétköznapok munkája lehetővé teszi, hogy az ünnepeink olyanok legyenek, mint akár a mostani is. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Nagyon szépen köszönöm én is. Kedves nézőink, az évértékelő beszélgetést láttak. Vendégem Evszegő Krisztina volt, a Székesfehérvári Turisztikai Nonprofit, közhasznú nonprofit Kft. Ügyvezetője. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, és ne feledjék, jó Székesfehérvárinak lenni. Viszontlátásra!